close till I get up. Time is barely on our side. Igazából csupa jó szándékkal jöttünk. És még csak Baranyára. Csak a jó szándék. Csak a jó szándék vezérel minket. Az a baj, hogy a jobb hátsó tornyunk repedezni kezdett a Veszprém Rallyn hétfőn dél 11 órakor. Aztán még segítséget kellett fordulnunk egy emberkéhez, aki megcsinálta. Úgyhogy... Igazából az autó nagyon utolsó pillanatos. Épp tehát... most szögeltek egyébként még össze. Egy-két jelposámú volt rajta. Nagyon a pályák, jó lesz. Ezt mi nem nagyon kedveljük. A prológot. Következő az már jó lesz. Az elsőt azt nagyon várjuk, az lendület. Ja. Nem szeretünk itt feltűnősködni, mert mi szerények vagyunk. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And
Kezdett nehéz, hogy szokták mondani. Az első gyorsan, a mai nap első gyorsan majdnem eldobtuk az autót. Nem úgy viselkedik, ahogy mi azt alapból elvárjuk tőle. Én nagyon mennék még, de az autó már nem bírja egyszerűen. Úgyhogy visszább kellene fognunk, hogy legalább a kategória az meg legyen. Hát azért nézzük az abszolútot is, úgyhogy majd valami lesz. Ésszel megyünk. Már a gumi hideg fej. Nekem az a mecsekpölöskei tetszik egyébként a legjobban. Ez a tempós dobál össze-vissza. Úgyhogy nekem azt tetszik a legjobban, a másodiknában tudod, amikor felmegyünk és ilyen kicsit az ilyen pályaautósabb már, az is tetszik, de az inkább pályaautó, de alapból tetszik az egész. Megyünk, aztán kész. Úgyhogy majd valami lesz. Till my shadow turns to sun rays and I... Együtt tudunk élni a hibával, mi nem megjavítjuk. Mi sem vagyunk tökéletesek. Bennük se akar senki megjavítani. Úgyhogy hát ugyanolyan okádék maradt az autón a futómű, mint reggel volt. Kalandos volt az egész napunk, ugye elkezdett esni az eső. Aztán benéztem egy kanyart, igazából időbe figyelmeztetett, csak nem tudom, elkalandoztam, és ott forrottunk 2-3-at, ott rengeteget behagytunk. Több mint egy perce vezettük a kategóriánkat. Aztán akkor fiatalember piruettje miatt az egy kicsit visszább csúszott, és hogy biztosan ne legyen unalmas az egész történet délután, így a navigátor beküldte egy perccel előbb az egyik IE-be, hogy kaptunk egy perc büntetést,
onnantól már mínuszból dolgoztuk le megint a nap végéig a hátrány, de megint fél perc előnnyel zártuk az első helyen, úgyhogy nagyon örülünk. Hát most a bajnokságot elméletileg 10 ponttal vezetjük most már, elvileg. Overstage pontok is ugye még jöttek hozzá, úgyhogy a 10 pont megvan. Próbáljuk a maradék két versenyre azért úgy fejbe rendbe szedni magunkat, hogy beérjünk. Most jön a többet és szerész. We'll go through the wastelands, through the highways, and the...